Még üres volt a felnőtt fertőző osztály március 10-én a Kiskunhalasi Semmelweis kórházban. Mára azonban több koronavírusost ápolnak az intézményben. Jó hír, hogy Bács-Kiskun megyében pár napja nem növekedett a regisztrált fertőzöttek száma, jelenleg 19 betegről tudnak. A megyébe vélhetően egy stagnáló állapot van nálunk, ez mindenképpen jelen pillanatban. Hála Istennek elmondhatom azt is, hogy van gyógyult betegünk, akit el tudunk bocsájtani otthonába, és aki rosszul volt, ő is jobban lett, tehát az itt lévő betegeknek az állapota javult. A Kiskunhalasi Kórházban kialakítottak egy légúti SBO-t is adományok segítségével, amellyel bővíteni tudták azon helységek számát, ahol a gyanús eseteket tudják kivizsgálni. A korlátozó intézkedések tehát elérik céljukat, továbbra is azzal tudjuk elősegíteni a vírus terjedésének csökkentését, ha otthon maradunk.